köszönjük, hogy értékelik a munkánkat. A mi koncepciónk az, hogyha valaki a templomunkba szeretne jönni, az lelkileg és testileg is felfrissüljön. Ezért is fontos, hogy egy olyan esztétikai környezetbe érkezzen meg, ahol jól érzi magát, otthonosan érzi magát. Maga a kert is egy bibliai fogalom, tehát akár az Édenkertre gondolunk, ahol az ember érzi otthonosan magát. Ez igazából a templomnak a külső része, de már ez is fontos, hogy rendezett körülmények és viszonyok fogadják az ide látogatókat. Másrészt pedig ez a terület azért Kispest egyik szívében található, és akik itt eljárkálgatnak, akár hivatalos ügyeket intéznek, itt laknak a 10 emeletesbe, nagyon szívesen kijönnek, sétálgatnak, megnézik, egy picit talán szívükbe irigykednek is, és valószínű, hogy majd, ha ők megtehetik, akkor ők is egy picit jobban odafigyelnek az otthonukra és a környezetükre. Tehát példát is szeretnénk ezzel mutatni. 22 éve már, hogy rendbe tartjuk ezt a kis területet itten. És ebben több fajta virág van, ebben 3-4 fajta virág van. Pirosnak azt tudom, hogy japán birs, a másik a női szirom. Takarítással kapcsolatosan rendben tartjuk, hogy szép legyen mindig a kis kertünk, meg előtte, meg a hát minden vele kapcsolatos. Mert nem igazán szívleljük, hogyha rendetlen a környezetünk, szeretjük azt, hogyha körülöttünk rend van. Meg szeretünk ide járni, és szeretjük, hogyha rendben körülöttünk.